Köszöntöm nézőinket, sportműsorunkat látják. Győzni tudott kézilabda csapatunk a Békés Csaba vendégeként. A viharsarokban 26-20 arányban győzedelmeskedtek a lányok. Az Érd egyet előre lépett a tabellán, és jelenleg a 6. helyet birtokolja. Csapatunk november 2-án a Veszprém otthonába utazik, hogy lejátsza a 3. fordulóban elmaradt mérkőzést. 3 vereség után érkezett Békés Csabára az Érd, és természetesen 2 bajnoki ponttal szerettek volna távozni a viharsarokból. A rengeteg izgalmat tartogató összecsapás hazai góllal indult. Az előny a 9. percben volt először az Érdnél, Klivinyi találatával 4-3-ra vezettek a narancssárgák. A 12. percben Kovács is megszerezte első gólját, ekkor már 6-3-ra ment csapatunk. Próbált zárkozni a Békés Csaba, a 15. percben Barján 6-5-re módosította az állást, de a 19. percben Triscsuk révén már ismét 3 volt közte. Ez így ment a szünetig, azért 3-nál többel nem tudott vezetni, a Csaba pedig nem tudott egyenlíteni, így 12-10-es érdi vezetésnél fordultak a felek. A térfélcserét követően is hasonlóan zajlott a találkozó egészen a 37. percig. Ekkor azonban a lila fehérek Leposeva révén egyenlített. 3-3 után 15-15-nél ismét döntetlenre állt a csata, sőt rövid időre át is vette a vezetést Bakó Botond együttese. A 18. percben Barján büntetőjével lett 19-19, majd egy 6-0-ás érdi roham következett. Kovács és Wolf kétszer, Klivinyi és Kisfaludi egyszer-egyszer volt eredményes, így lett a 27. perc végére 25-19 a vendégeknek, és ezzel tulajdonképpen el is dőlt a 2 pont sorsa. Még egy-egy gól esett mindkét oldalon, így 26-20 arányban győzött az Érd. Egyrészt egy nagyon fontos győzelem, másrészt pedig olyan, hogy egy igazi csapatmunka volt a győzelem, hiszen mindazok az elképzelések, amit Edina a csapattal és a tímmel fölépített, az gyakorlatilag összejött. Tehát a védekezésünk nagyon jó kapus teljesítménnyel párosult, és a támadó játékba is a folyamatos csapatforgatással mindig egy-egy játékos vagy két játékos hozzá tudta tenni a legdöntőbb pillanatban azt a fontos gólt, ami kellett ahhoz, hogy el tudjunk a Békés Csabától szakadni, és aztán az utolsó 10 percben egy nagyon magabiztos győzelmet bebiztosítani. Nagyon harcias találkozó volt, ismét, ahogy megszoktuk már Békés Csabával, mindig nagyon harcias meccseket szoktunk vívni. Talán mi jobban szerettük volna és akartuk ezt a győzelmet, mint a Csaba. Azt gondolom, hogy 50 percig nagyon szoros volt a mérkőzés, aztán sikerült felörölnünk a Békés Csabát, szerintem igazi csapatmunkával szereztük meg ezt a 2 pontot. Az elmúlt években több ízben is az utolsó percekben mentek el a mérkőzések, és a fejlődés azon is mérhető, hogy most már képes a csapat a végjátékban is jól játszani, koncentrálni és győzni. Fontos momentuma volt a Békés Csabai találkozónak is, a hajrában produkált 6-0-ás széria. Nagyon ott úgy éreztük szerintem, hogy na most elkaptuk a fonalat, és tényleg menni kell, nyomni kell rájuk a pressziót, úgyhogy hál' az ének összejött. Én úgy gondolom, hogy az már a régmúlt, már a tavalyi szezonban is nagyon sok mérkőzést tudtunk az utolsó 5, illetve 10 percben megnyerni. Ez nyilvánvalóan a csapatépítésnek egy fázisa, és most már az új játékosok is tudják, hogy itt ebben az utolsó 5-10 percben nem csak a fizikai, hanem azt a szellemi koncentrációt is meg kell tartani, ami egy-egy ilyen szoros mérkőzésnél, a végkimetelnél a mi javunkra tudja fordítani az eredményt. A Békés Csaba ellen tért vissza 2 sérült irányítónk, Triscsok Krisztina és Bognár Barbara, így Wolf Alexandra is fellélegezhet, hiszen eddig egyedül kellett helytállni a középen. 2 nagyon fontos játékosról van szó, hiszen a Bogi az egy nagyon hosszú súlyos sérülés után jött vissza, 6 hónap azért az hiába edzettő, fokozatosan azért kimarad a játék praxisa, az kimaradt eddig. A Krisztina, a Triscsuk Krisztina pedig hát tudjuk, hogy egy kellemetlen, szerencsétlen sérülés után tért vissza. Mind a kettőjükkel óriásit erősödünk. Én már a múltról nem beszélnék, tehát előre tekintünk, aki a legstabilabb, az tud majd a végén ott a legjobb 4 között lenni, ami abszolút továbbra is célunk. Nagyon örülök neki, hogy itt vannak most már a csajok. Végre most már csak egy sérültünk van, a Török Petra. Az, hogy értékelem én, azt hagyjuk. Edinától kell megkérdezni, hogy ő hogy értékeli azt, hogy teljesítettem. Nehéz volt, de ezért vagyunk, hogy egymást segítsük. Nagyon hiányoztak, mert ugye 2 emberrel kevesebben voltunk, de szerintem most így egyre jobban összeáll majd a játék, hogy ugye vannak irányítóink is többen.
Bár Rácz Marian kapusedzőként tevékenykedik Érden, természetesen nem csak a hálóőrök felkészítésében vállal szerepet, amiben csak tud, segíti a csapatot. Itt az egész tímben mindenki úgy segít, ahogy tud, ha kell a vizet hordjuk, hogyha kell, akkor besegítünk minden olyanba, ami esetleg a játékosoknak a problémája. Nyilvánvalóan a védekezésbe tudok én még ehhez hozzátenni, tehát a kapusoknak a védőkkel való kapcsolata, a védekezésnek a különböző fajtáiban hogyan tudunk esetleg segíteni a csapatnak, úgyhogy ezekben a dolgokban. Bár a bajnokság hétvégén szünete, komoly pihenésről szó sem lehet. November 2-án ugyanis a Veszprém otthonába utazik a gárda, majd az azt követő hétvégén megkezdi szereplését a KEK sorozatban a holland Davsen ellen. Ott is fontos lenne megszerezni a 2 pontot, mert most már nem veszíthetünk túl sokat, úgyhogy sokat fogunk készülni, és bízom benne, hogy sikerül. Természetesen győzni megyünk mindenhova. Nehéz lesz Veszprémbe is, nehéz lesz kint is, de fölveszük a kesztyűt, és nekik megyünk. Nagyon sűrű lesz az elkövetkező időszak, ugye ezen a héten van egy szuszonásnyi időnk. A válogatottjaink, mint a magyar, mind a külföldi válogatottban, ugye válogatott héten vannak, ez nehézség a felkészülésnek. És hát úgy gondolom, hogy a Veszprém egy nagyon kellemetlen ellenfél, de ezzel a 2 említett játékossal is már erősödünk, tehát többet már 1 hét 10 nap van, illetve lesz majd mögöttünk a közös edzésekbe, visszakapcsolódnak a válogatottak, meg kell nyerni. A holland ellenfél, ha szabad így fogalmaznom, egy sötét ló, az meglepetés, hogy a lengyeleken túl tudtak jutni. Videófelvételeink lesznek, vannak, úgyhogy komolyan felkészülünk, és a idegenbeli első mérkőzésen szeretnénk egy olyan eredményt elérni, hogy itthon teltház előtt a továbbjutást biztosítsuk. A Veszprém elleni mérkőzésre november 2-án 18 órás kezdettel kerül sor idegenben, a holland Davsen ellen pedig november 10-én játszik a csapat Hollandiában. A visszavágót 1 héttel később Érden rendezik meg. Az érdi VSF futballcsapata a Gödöllőt látta vendégül a bajnokság 10. fordulójában. A mieink 4-0 arányban diadalmaskodtak, így 23 pontjukkal továbbra is a 3. helyen állnak. Hétvégén az Üllő otthonába utaznak az érdiek. Október 19-én szombaton a Gödöllő vendégeskedett az Érd otthonában. Az első félidő nagy részében fölényben játszott az Érd, de a rengeteg hiba miatt az első gólra a 44. percig kellett várni. Ekkor Kovács Béla volt eredményes, így 1-0-ás hazai vezetésnél ért véget az első 45 perc. A 47. percben 11-eshez jutott a hazai együttes, melyet szintén Kovács Béla értékesített, így már 2-0-ra vezettek az érdiek. A 70. percben Patkók közelről, majd a 89. percben Csizmadi a 30 méterről szabadrugásból talált be, így végül az Érd 4-0-ra győzte le a gödöllői együttest. Igazán nyertünk 4-0-ra, ez tényes való, de az elején az első 20 perc, 25 perc megint nem nagyon tetszett. Hasonló volt, mint a múlt héten Török Bálinton. Ellenfélnek sajnos megint megvoltak a helyzetei, az első félidőt, ha azokat berúgják, akkor biztos, hogy nem 4-0 az eredmény, sőt, akkor nagyon szoros lett volna szerintem. Úgyhogy az első 20-25 percen kell nekünk változtatni mentálisan, és azt hiszem, akkor egy kitomonra egy erős csapatunk van. Sajnos a részünkről elég lagymatag játék volt, illetve amit kértem a játékosoktól, nagy részben végrehajtották. Úgy érzem, hogy mezőnyben egyenrangúak voltunk, viszont dekoncentráltak, figyelmetlenek, és hiányoltam a kommunikációt a pályán, úgyhogy részemről megérdemelt az érdi siker, úgyhogy gyakorlatilag ennyit, nagyon sok minden nem tudok hozzáfűzni. Nagyjából olyan csapat, amire számítottunk, egy passzolós csapat. Még egyszer mondom, tehát meg is voltak a helyzeték ezáltal, hogy egy jó passzoló csapat, de végre szerintem kicsit elfáradtak, és ezt elég jól használtuk ki a másik félidőben. Most így a 4-0-es végeredmény után elég nehéz pozitívumokat kiemelni, de úgy érzem, tehát annyi mégis van, hogy tehát mezőnyben azért voltak jó dolgaink, de hát most ez így 4-0 után elég nevetséges dicsérni a csapatomat. Tehát nem igazából játszották azt már a végén, tehát nagyon széltestünk, úgyhogy gyakorlatilag ennyi. A probléma tehát ezúttal is a kimaradt helyzetekkel, a pontatlansággal és a nem megfelelő koncentrációval volt. Ezúttal belefért a több hiba, de lesznek még olyan mérkőzések, ahol egy-egy kimaradt helyzet pontokba és így helyezésekbe kerülhet. Ez valami mentális problémát látok én.
Mert hogyha a végén már tehát nem semmiféleképpen nem kondicionális probléma van, hanem inkább valami mentális olyan, hogy nem koncentrálunk eléggé, vagy elhiszük azt, hogy sokkal jobbak vagyunk, mint az ellenfél. Tehát nem elég a messzünk kivinni a pályára, azért benne kell lenni az embereknek is, szóval szerintem inkább ott van a pálya. Mi mindig szeretnénk jól játszani, az első számú szempont úgymond. Szeretnénk mindig jól játszani, hát most annyira nem játszottunk jól, mint amennyire az eredmény mutatja, úgyhogy ezen még feltétlenül javítanunk kell. A Gödöllő egyelőre masszív középmezőnybeli csapat 10 mérkőzéséből 4-et megnyert, egy döntetlenje és 5 veresége van. Ez 13 pontot jelent számukra, ez a teljesítmény pedig egyelőre a 8. helyre elegendő. Jenei Sándor úgy gondolja, muszáj előre nézniük és a jövőre koncentrálniuk, ha el akarják érni céljaikat. Ez a mérkőzés lefutott, ezzel már fölösleges rágódni, illetve majd le fogjuk szűrni a hibáinkat, amit tehát most is lehet látni. És hát készülünk a következő meccsre. Tehát ami már elúszott, az nem kár úgymond sírni. Én azt hiszem, hogy össze fogjuk kapni magunkat, és a következő otthon mérkőzéseket be fogjuk húzni. Ahogy indultunk, tehát elsősorban az, hogy egy jó, stabil csapat, illetve nekünk igazából az a lényeg, hogy sok fiatalt hozzunk föl az utánpótlásból, és most is gyakorlatilag nekünk a csapatnak a 90%-a az nagyon fiatal, 18-20 évesek, egy-két idősebb játékosa kiegészítve teljesen fiatal csapatunk van. Úgyhogy igazából az utánpótlás nevelésre megyünk igazából rá. A 23 pontos Érd továbbra is a 3. helyen áll. A 11. fordulóban az Üllő otthonában vendégeskednek majd a mieink. Hát én megmondom őszintén, jobban örültem volna, hogy nem nyerünk 4-0-ra, csak 2-re. Mert hogy az a nyelv, most eljegyük, hogy mi hú de jók vagyunk. Most megyünk jövő héten Üllőre, nagyon nehéz mérkőzésre számítok, utolsó két meccset megnyerte az Üllő, úgyhogy nem tudom, amit csináltak, de mindenképp nagyon nehéz mérkőzés lesz. Az Üllő elleni találkozót október 26-án szombaton rendezik meg 14:30 kezdettel, hazai pályán legközelebb november 2-án láthatjuk a csapatot, ekkor a Halásztelek látogat majd Érdre. Szombaton rendezték meg a hagyományos jótékonysági gátfutást. A hűvös reggel ellenére közel 100-an vállalkoztak arra, hogy lefussák az 5,2 kilométeres távot. Az összegyűlt pénzösszeget idén az Ágaboga Nagycsaládosok Egyesülete kapta. Idén 4. alkalommal rendezték meg a jótékonysági futást az Ófalusi gáton. A kezdeményezés 2010-ben indult útjára. A szervezőket elsősorban a segíteni vágyás vezérelte. A futóverseny résztvevői által befizetett nevezési díjból, pontosabban az önkéntes pénzbeli támogatásból befolyt összeggel kívánták segíteni a rászorulókat. Rossz helyzetben lévő sportegyesületek, iskolák, hogy a sport nagyon keveset tud áldozni, akár a város, akár most már a iskola programból nem tudnak annyi pénzt, amennyit igényelne ez a sport, és a szabadidő hasznos eltöltésére a sportalapokon a dolgokat nem tudják megvenni. Legelőször a sportom életemből indultam ki, de jött egy olyan nem várt esemény, itt volt a vörösi szakkatasztrófa, ami konkrétan megalkotta bennem ezt az egész tetrekész vágyat, tehát ebből gondolatokból kiindulva az első alkalmat nekik szántuk, tehát az első gyűjtést nekik szerveztük 2010-es évben. A kolontári vörösi iszap katasztrófát követően visszatértek a szervezők az eredeti tervhez, és innentől kezdve valóban a sportegyesületeket, a sportolni vágyó fiatalokat igyekeztek támogatni. 2011-ben a Vörösmarty Mihály Gimnázium volt a szerencsés nyertes, 2012-ben az érdi Kyokushin Karate Sportegyesület részesült a támogatásban, idén pedig az Ágaboga Nagycsaládosok Egyesülete örülhetett. Mindenféleképpen fontosnak tartom, főleg az idei alkalommal, mert az idei alkalommal a Nagycsaládosok Egyesülete a kedvezményezett ennek a karitatív futásnak, és mivel hozzánk is edzésre nagyon sok nagycsaládos jár, 2-3-4 gyerekkel járnak szülők, ezért szerintem nagyon jó helyre fog kerülni az összeg, amit itt össze úgymond kalapozunk a csoportnak. Nagyon remélem, hogy sporteszközökre és mindenféle sportrendezvényekre fogják fordítani. A jótékonyságon túl természetesen az esemény sportértéke is fontos.
A futás sokak által kedvelt sporttevékenység, bár akad, aki kifejezetten monotonnak, unalmasnak tartja. Ugye az eszköz igényeit eléggé kevés, magyar mondás szerint a lábon mindenkinek kéznél van, csak egy pár jó cipőt kell fölvenni, és már is jöhet a gátra. Az időt azt mindig meg szoktam rendelni, hát egy kicsit ma kibabrált velem Péter, nem jó telefonon szóltam neki, elképzelhető, de várjuk a napsütést, tehát utána hát eddig minden évben úgy sikerült, hogy napsütéses volt. Most egy picit borongos, de ezen túl leszünk, minket nem befolyásol ez a tényező. Először tényleg unalmas, tehát én is sokáig nem szerettem futni, viszont nekem akkor jönnek a gondolatok, tehát úgy helyére kerül az életem, és minden megoldódik ott fejben, amíg futok. Futásnak nagyon nagy szerepe van az edzés munkákban is, meg általában kellene minden ember életében a futásnak nagy szerepének lenni, mert egy alapálló képességet ad, egy tűrőképességet, egy holdpont legyőzési lehetőséget, amit az ember futás közben megtapasztal, hogy amikor már egy porcikája se kívánja, akkor is menjen tovább, mert különben nem fog hazaérni. Nem sokan szokták elhinni, de én azért szeretek esténként szoktam futni, mert így el tudok közben lazulni, és így gondolkozni tudok közben nyugodtan. Hogyha éppen nem vagyok beteg, akkor úgy heti 3 alkalommal szoktam futni egy ilyen 8-10 kilométer között a környéken, az utcákon. A táv idén is 5,2 kilométer volt, amit közel 100-an teljesítettek, az indulókat több korosztályra bontották. Előttünk a gát, és a fedett részén futunk végig, 5,2 km, a fordító 2,6 km-nél van. Ott jelölést kapnak a futók, hangsúlyozom a futók, lehet mással is, lehet kerékpárral, görkorcsajával, van, aki kengézni fog itt a gáton. Mindennel lehet, de ők nem számítanak bele a futásnak az eredményébe. Fiúk, lányok külön indulnak, ott is korosztályok vannak, 5 korosztályt állítottunk föl, úgyhogy elvileg minden korosztálynak meg lesznek a maga kis győztesei, és a nap győztese mindenki lesz, aki elindul ezen a távon. Rendszeresen futók nagyon sokan jelentkeznek, ők legtöbbször értesülnek is itt a gáton, hiszen én is közéjük tartozom, elég sokat lejövök a gátra, sokat ismerek, sok ember, sok futót ismerek innen személyesen. Következő szint az egyesületek, akik folyamatosan itt vannak, és most nagyon kiemelném a érdi Kyokushin karate szakosztályt, hiszen náluk példás ez a dolog, ők minden rendezvényen itt voltak, és nem is akármilyen létszámmal, tehát a gerincét a futásnak ők képezik a mai napon is, úgy látom, mert már megjelent az első fehér ruhás Kyokushin karate. Pontos létszámot nem tudok, mert folyamatosan jönnek a karatékák, bár az iskolánál volt egy központi találkozó, onnan egy nagyobb 20-25 fős létszámmal jöttünk, de még jelezték sokan, akik idős probléma miatt kicsit késve érkeznek a csapattól. Szerintem egy 25-30 fő biztos lesz most is. Én harmadik alkalommal értesültem Tóth Attilától erről a futóversenyről. Mi a családdal szeretünk kijárni, tehát nem csak erre, a többire, és ő meg nekem fontos volt, és fontos, amiért futunk. Én minden évben eljártam erre a futásra, most vagyok itt harmadik alkalommal, és én fontosnak találom a futást. Ilyenkor össze sok megrendezett futás van, amikre én szeretek eljárni. Az ilyen mezei futásokra, például múlt héten voltam Török Bálinton is egy futóversenyen, és nagyjából ennyi. A jótékonysági sportesemény létrejöttét rengetegen segítették. Sokat tettek érte például a Vörösmarty Mihály gimnázium testnevelői és a többi érdi iskola pedagógusa is, de Érd megyejogú város is segítőkezet nyújtott. Tóth Attila arra a kérdésre, hogy lesz-e jövőre is gátfutás, elmondta, hogy rajta nem fog múlni. Ő ugyanis mindent el fog követni annak érdekében, hogy az elkövetkezendő években rendszeres program legyen a városban a jótékonysági futás az Ófalusi gáton. Ünnepélyesen átadták az új sportpályát az Érdligeti Általános Iskola Túr utcai épületének udvarán pénteken. A megnyitón beszédet mondott Vargánné Balog Erika, az intézmény igazgatója, valamint egy rövid műsorral is készültek a gyerekek. Az átadó ünnepséget követően egész délután sportprogramokon vehettek részt a diákok. Az egyik országos áruházlánc még az év elején egy pályázatot hirdetett meg, amely az egészséges életmóddal és a testmozgással foglalkozott. Ebbe kapcsolódott be az Érdligeti Általános Iskola is, így a pedagógusok, a gyerekek és a szülők összefogásának köszönhetően az intézmény nyerte meg a fődíjat, azt a pénznyereményt, amelyből megépülhetett a sportpálya.
És az országban 800 iskola indult, közel 400 a végig csinálta, és ezt megnyertük. Ennek 5 millió forint volt a fődíja, és ez lett az alapja. Az iskola két alapítványa még 3-3 millió forint a kiegészítette, és így már a 11 milliós költségvetésből nem csak ezt a sportpályát, hanem a Diósdi úti játszóudvart is megvalósítottuk. A mindennapos testmozgáshoz kiváló lehetőséget biztosít az új szilárd burkolatú pálya, amely minden évszakban használható, tette hozzá Vargáné Balog Erika igazgató. Focizni, kézilabdázni, röplabdázni, kosarazni tudnak, két-két palánk pályát építettünk, és egyszerre két testnevelés óra tud majd megvalósulni, és minden egyéb labdajátékhoz. Amellett télen pedig kocsajázni szeretnénk a pályán, mert hogy úgy készült az alapozás, hogy jeget lehessen készíteni, a hízlalni majd locsolással, és akkor reméljük a téli sportok örömeit is űzhetjük. Testnevelő kollégáim nagyon várták már ezt. Wolf Mihály kollega 30 éves álmát valósította meg, és ahogy mondta, nincs lehetetlen, pedig sokszor már azt hittük, hogy mégsem sikerül, de nem adtuk fel, és itt az eredmény, hogy sikerült. A mostani fejlesztés nagy lépés az iskola életében, de azért vannak még tennivalók, hiszen az udvar további sportcélú fejlesztésére vonatkozóan a tervek már elkészültek, a megvalósítás azonban a jövő feladata lesz. Szeretnénk a sportpálya, aszfaltos pálya körül futópályát, akkor ugrógödröt, távolugrógödröt, illetve egy mászóudvar részt, ahol létrán, kötélen, rúdon való ügyesség gyakorlatokat tudnak, erőnlétfejlesztést a gyerekek testnevelés órákon végezni. Aztán szeretnénk majd még egy kültéri színpadot is ide az udvarra, hogy ez az udvar szolgáljon mindenféle területet, ne csak a sportot, esetleg kulturális eseményt, meg közösségi életben is teret adhasson. Az intézmény Diósdi úti épületében október 24-én egy hasonló ünnepség lesz, akkor és ott a megújult játszóudvart vehetik majd birtokba a gyerekek. A mai Mozgás Pluszban egyszerű mozgásos feladatokat mutatnak be a tanulók, amelyek a szabadidő hasznos eltöltéséhez nyújtanak segítséget, és az egészséges életmód alapját képezik. Az elkövetkezendő hetekben olyan játékokat mutatnak a diákok, amelyek szabad téren űzhetők. Kezdjük a kézitenisszel. Tenisz lényege, hogy a kezeteket használjátok ütőnek. A játéktér közepén feszítsetek ki egy hálót vagy egy zsineget a földtől 1 méterre. A játék előnye, hogy ketten vagy többen is játszhatjátok egy labdával. Az adogatáshoz a labdát a földre ejtitek, és a visszapattanó labdát kézzel úgy ütitek meg, hogy az ellenfél tér felén pattanjon le. Játék közben természetesen nem csak a lepattanás után, hanem röptében is át lehet ütni a labdát. Az a játékos győz, amelyik több pontot ér el. A játék fejleszti a koncentrációs képességet és az ügyességet, és kiváló szórakozást nyújt. Úgy is játszhatjátok, ha csak egymásnak ütögetitek a labdát, és számoljátok, hány sikeres kísérletetek volt. Köszönöm figyelmüket, ennyi fért mai adásunkba. Jövő héten szerdán a szokott időben ismét jelentkezünk a legfrissebb sporthírekkel. Tartsanak majd velünk akkor is. Adásainkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Viszontlátásra!